Köszöntöm a nézőket! Bátaszék polgárai 2014-ben dr. Bozsolik Róbertet választották polgármesternek. Eltelt 5 év, most idén októberben újra önkormányzati választások lesznek. Az addigi készülődésnek az ideje a mostani, de tulajdonképpen ilyenkor a számvetés ideje is eljön. Most Bozsolik Róbert polgármesterrel beszélgetünk az eddig eltelt időszakról. Köszöntöm, polgármester úr! Milyen volt 2014-ben Bátaszék, és milyen most 2019-ben? Hogy látja, milyen változások történtek az elmúlt 5 évben? Hát sok szeretettel köszöntöm a nézőket, köszöntelek benneteket. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tudtunk megvalósítani az elmúlt 5 esztendőben. Sok döntést hoztunk, és ezeket a döntéseinket próbáltuk úgy meghozni, hogy ezek mindig a bátaszékiek érdekeit szolgálják. Nem volt könnyű feladatunk az elmúlt 5 esztendőben, de azt gondolom, hogy álltuk a sarat, és hát 2014-hez képest én úgy gondolom, hozzá tudtunk sok mindent tenni városunk közéletéhez, városunk fejlődéséhez. Talán megismerem kockáztatni, hogy egy kicsit talán jobb viszonyok között vagyunk, jobb élni egy kicsit bátaszéken, de hát ezt természetesen a bátaszékiek érzékelik, és hát az ő véleményük nagyon fontos ebben a dologban. Egy polgármester, de akár egy testület kezét is sokszor megköti a bürokrácia, mondjuk ahelyett, hogy éppen segíteni. Az ilyen helyzeteket hogyan lehet kezelni? Hát nem egyszerű, ugye, mert alapvetően a jogszabályok nem Bátaszéken születnek, tehát mi is törvényeket, kormányrendeleteket, egyéb végrehajtási jogszabályokat kezelünk és hajtunk végre. Így néha nehéz elmondani adott esetben az ügyfeleknek, hogy az a döntés, ami adott esetben esetleg ránézve hátrányos, azt nem mi találtuk ki, hanem gyakorlatilag egy központi jogszabály eredményeként következik. Ettől függetlenül... De vannak ebből konfliktusok? Vannak. Ugye hát azért voltak jelentős változások, szociális területen ellátások szűntek meg, alakultak át, és ugye ennek a közlése az többnyire önkormányzati szinten zajlik, és ebből a szempontból azonnal azonosítják is, hogy hát itt helyben születtek ezek a döntések. Ezeket próbáljuk megfelelő kommunikációval feloldani. Azt gondolom, hogy mindezektől függetlenül a Bátaszék, a hivatal, illetve én is azt képviseltem, hogy ügyfélközpontúnak kell lenni. Tehát meg kell hallgatni az emberek problémáit, és minden lehetséges eszközzel segítséget kell nyújtani. Erre azt gondolom, a hivatali apparátus ez tökéletesen fel volt készülve, és hát természetesen különböző területeken, gondolok én itt idős gondozás, szociális ellátás területén is, a kollégáink ezt a szemléletet követték, és próbáltuk feloldani a bürokráciából adódó problémákat. Nézzük akkor a feladatokat. Ugye azt most már az elmúlt 15 vagy 20 évben megszokhatták az emberek, hogy tulajdonképpen nagyjából minden pályázatok útján dől el. Bátaszék ebben, hogy teljesített, hogyan sikerült végigvinni ezt az elmúlt 5 évben? Van egy olyan érdekes mondás, hogy hát létezik-e élet pályázatok nélkül? Hát létezik, csak kicsit nehezebb úgy boldogulni. Bár azt gondolom, hogy az elmúlt 5 esztendőben ezen a területen sem vallottunk kudarcot, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sikeresek tudtunk lenni, hiszen a város életének különböző területére, gondolok én beruházásokra, fejlesztésekre, közművelődésre, szociális területre, tehát tényleg elég szerteágazó módon több mint 1 milliárd 900 millió forint pályázati forrást tudtunk idehozni. Ez többek munkájának eredménye, tehát ez nem a polgármester egy személyben tudta, hanem ez kellett egy olyan csapat, aki kitűnő pályázatokat készített, kellettek olyan emberek, akik ezt megfelelő módon menedzselték. Most azt mondom, hogy politikai szimpátiától és hovatartozástól függetlenül mindenki próbálta ezt a dolgot a maga módján segíteni, aki a bátaszékiek érdekeit tartotta szem előtt. És utána az elnyert pályázatokat pedig jól tudtuk menedzselni. Én úgy gondolom, ebből a szempontból is egy sikeres 5 esztendőt tudtunk lezárni. Lehetőségek egyébként voltak? Tehát arra voltak lehetőségek, amire egyébként mondjuk Bátaszék is, vagy egy városnak szüksége lehetett volna, vagy lett volna? Alapvetően úgy gondolom, hogy maguk a pályázati kiírások támogatták a települések fejlődését. Itt elsősorban a top pályázatokban tudtunk eredményesek lenni.
munkahelyteremtéshez kapcsolódó, gazdasági élénkítéshez kapcsolódó pályázatban tudtunk eredményesek lenni, energetikai pályázatokban tudtunk eredményesek lenni, de más területen is infrastruktúra fejlesztés, közművelődési feltételeknek a fejlesztése, tehát tényleg szerteágazó módon, szlengesen szóval lőttünk mindenre, ami mozog, tehát amilyen pályázati kiírás megjelent, és a településünk életében ez fontos szerepet töltött be, tehát tudtunk volna vele előrelépni, azokat mind-mind megpróbáltuk pályázati úton becsatornázni. Voltak olyan pályázataink, amik nem lettek eredményesek. Kerékpárút kapcsán, vagy csapadékvízelvezetés, de az idős gondozás terén is volt pályázat. De azt lehet mondani, hogy jó hatékonysággal tudtunk dolgozni, mert a benyújtott pályázatainknak a 80%-a azért eredményes volt. Hogyha az önkormányzatok feladatait egy kicsit távolabbról nézzük, akkor ugye tulajdonképpen nagyjából minden ide tartozik, de akár a gyerektől egészen a nyugdíjasokig ugye figyelemmel kell kísérni a polgároknak az életét, ahol lehet ugye ott beavatkozni. Kötelező is adott esetben, ugye, hogyha az önkormányzat többet vállal, akkor még nyilván azon túl is. A szociális szféra. Az hogy változott az elmúlt 5 évben, és mi az, amit hozzá tudtak tenni? Hát igen, a maga a szociális feladat ellátása egy nagyon összetett feladat, hiszen több korosztályt érint. Ugye nekünk erre egy megfelelő intézményrendszerünk létre is jött a gondozási központ formájában. Ott a 10 évestől a 90 évesig több korosztálynak a problémáját kell kezelni, hiszen ifjúságvédelem, családgondozás, idősgondozás ezeken a területeken zajlik. Azt gondolom, hogy az elmúlt 5 esztendőben azokat a technikai feltételeket, pénzügyi feltételeket a feladatellátáshoz tudtuk biztosítani, ami egy ilyen nagyságrendű településen feltétlen szükséges. Szerencsés helyzetben voltunk, hogy olyan elhivatott kollégákkal tudtunk dolgozni, akik azokat az esetleges pillanatnyi problémákat, akár személyi kérdésekben, mert nem mindig volt minden álláshely betöltve, azokat át tudták hidalni, és a szolgáltatás igénybevevők azok nem nagyon érzékelték, hogy belülről esetleg van probléma. A technikai feltételekben amilyen lehetőség van, azt meg tudtuk teremteni. Egy dologban nem tudtunk előlépni, és ezt is be kell vallani. Az idősek nappali ellátásának feltételét nem tudtuk jobbá tenni. Ez mindenképpen a jövőre nézve egy nagyon komoly feladat, amit meg kell oldani. Ez konkrétan mit jelent? Ugye a nappali ellátás épülete az a Vörösmarty utcai épületben zajlik, ami adottságai szempontjából már nem alkalmas a feladatnak az ellátására. Ugye erre be is nyújtottunk egy pályázatot, ez volt az, ami az egyik elutasított pályázat. Mindenképpen meg kell oldani a jövőben nézve, hogy egy 21. századi gondozási központ épület valósuljon meg. Egyre több az igény ennek a feladatnak az ellátására, és ehhez megfelelő feltételeket kell biztosítani. De a szociális területnek ugye nem csak ellátási formában vannak intézményi ellátási formában vannak feladatok, amiket el kell végezni. Pénzbeni ellátásokat is biztosított a város. Ha azt mondom, hogy a 2014 indulóadathoz képest jelentősen nőtt annak a forrásnak a nagysága, amit felhasználtunk, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy sikeres dolog. Viszont ez azt is jelenti, hogy nőtt sajnos a szociális ellátásban részesülőknek a száma. 26 millióval kezdtünk, és most már 33 millió forint éves szinten, amit biztosítani kell. De úgy gondolom, hogy ez a rendszer kiépült, és sikerült szorosra húzni a szociális hálót a bántaszékiek alatt. Ez most csak az a pénz, amit a város még a kötelezőn felül tesz bele a rendszerbe? Nem, ez gyakorlatilag a támogatással és a városi kiegészítéssel ennyi az a szociális keret, ami felosztásra kerül az ellátottak között. És ezen a területen új dolgokat is tudtunk bevezetni 2014-től, hiszen bevezettük az iskolakezdési támogatást, a zeneiskolai támogatást, amelyek új elemként jelentek meg. Bevezettük az újszülötti támogatást, amelyet minden bátaszéki újszülött, aki ezt igénybe veszi, azt 20 000 forint támogatásban részesül. Tüzelőtámogatást biztosítottunk a ciklus elején közmunkaprogram keretében kitermelt fából,
és Bátaszéken egyedülálló módon mi adtunk téli tüzelőtámogatást azon háztartások számára, akik nem földgázzal vagy távhőellátásban részesülnek. Ezen a területen is léptünk, és hát védőoltás programot is meg kell említenem, hiszen Bátaszék talán azon kevés települések közé tartozik, ahol a rota, illetve a bárányhimlő elleni vírus önkormányzati támogatással lehet magát az oltóanyagot igénybe venni. Az oktatás már többször szóba került. Az elmúlt 5 évben mondjuk mi jellemezte a bátaszéki oktatási rendszert? Ugye itt most már az önkormányzatnak hát egyre kevesebb köze van, na de hát mégis azért a település határain belül működnek, illetve hát a településen élőknek a gyermekei járnak oda. Így van. Hát ez egy jelentős változáson ment át maga az oktatásnevelési ellátási rendszer. Ugye a ciklus elején a képviselőtestület azonnal hozott egy döntés, hogy az akkori jogszabálynak megfelelően a működtetést visszavállalja az államtól. Ez egy sikeres egyeztendő volt, hiszen az állami költségvetésben fizetett mintegy 97 millió forinttal szemben, sokkal kevesebből, de legalább ugyanolyan színvonalon tudtuk ellátni a feladatot, mint egy 33 millió forintot spóroltunk abban az egyeztendőben. De megváltozott a jogszabályi környezet, és gyakorlatilag az üzemeltetési feladat kötelező módon állami feladattá vált. Azt gondolom, hogy a tankerülettel kitűnően jó feltételrendszert és kapcsolatot tudtunk kiépíteni. És a város még gyakorlatilag saját maga is szán arra forrást, hogy az oktatási épületek, akár az általános iskola épülete, vagy a II. Géza gimnázium épületébe fordítsunk összegeket, hiszen, ahogy ön is említette, bátaszéki gyerekek járnak, és a bátaszéki önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy a feltételeket, a lehetőségekhez mérten ő is segítse, hogy azok jók legyenek. Pályáztunk is, hiszen a II. Géza gimnáziumra önkormányzati pályázat eredményeként napelemek kerültek feljegyzésre. Most benyújtottunk egy pályázatot, hogy az általános iskola energetikai korszerűsítése is megtörténjen, és ez a saját forrást a város kívánja majd biztosítani. Tehát ezen a területen is úgy gondolom, hogy hatékonyak tudtunk lenni, sőt a II. Géza gimnázium esetében vidéki gyerekek utaztatásának költségét is a város állja most már évek óta, ezzel is segítve, hogy megfelelő létszámmal tudják elindítani a csoportokat a II. Géza gimnáziumban. És a saját intézményünk, ugye, mert csak az óvoda maradt ilyen értelemben önkormányzati fenntartásban, itt meg minden olyan forrás biztosítottunk, hogy azok a gyermekek, illetve szülők, akik az óvodai ellátást igénybe veszik, azok tényleg 21. századi körülmények között működő óvodába tudják hozni a gyermekeiket. Folyamatosan tudtuk biztosítani a szakember ellátást, tehát ezen nem volt probléma. 9 óvodai csoportban látjuk el a feladatokat, és emellett még kistérségi szinten, Alsónyéken, Pörbölyön, illetve Alsónánán is óvodai feladatellátást végzünk társadalmi formában. És hát ebben a ciklusban meg tudtuk indítani a második bölcsődei csoportot is, ennek is minden feltételét tudtuk biztosítani. Tehát azt gondolom, hogy amit oktatásnevelés terén a város meg tudott tenni, és tőle elvárható volt, azt maximálisan teljesítettük. Akkor nézzük az egészségügyet. Azt hogy látja, az elmúlt 5 évben sikerült tenni valamit azért, hogy az egészségügy színvonala emelkedjen itt helyben? Azt gondolom, hogy igen, bár hozzáteszem, hogy a technikai feltételek azok fontosak, de a legfontosabb az, hogy Bátaszék valamennyi orvosi körzetében szakember dolgozik stabilan. Tehát ugye halljuk a különböző híradásokból, hogy orvoshiány több éve, évtizedek óta nem tudják betölteni. Bátaszéken 4 felnőtt házi orvosi körzet van, 1 gyermekorvosi körzet és 2 fogorvosi. Mindegyikben szakorvosi ellátást tudunk zavartalanul biztosítani a bátaszékiek számára. Ez már önmagában úgy gondolom egy nagyon nagy előny. Emellett komoly forrásokat biztosít a város, hogy egy mikrotérségi központi orvosügyeletet tartunk fönn Bátaszék, illetve hozzátartozó néhány településsel. Nem vagyunk részei egy, bocsánat a kifejezésért, mamut ügyeleti ellátási rendszernek, hanem mi ezt ilyen 10 000 lakosra vonatkoztatva meg tudjuk oldani, ami azt jelenti, hogy ha valaki igénybe akarja venni rendelési időn kívül az orvosi ellátást, az azt lehet mondani, hogy 1/4 óra, 3/4 órán belül orvos látja és el tudja látni, amennyiben nem mentőszolgálati ellátásra van szüksége. Tehát ezt fent tudtuk tartani. Önkormányzati forrásból helyben biztosítjuk a fizikoterápiás ellátást, de hozzájárulunk ahhoz, hogy helyben a házi orvosok a vérvétellel kapcsolatos feladataikat is el tudják látni. Tehát mi áldozunk ilyen értelemben komoly összegeket, hogy az alapellátás az biztosítva legyen.
és a technikai feltételek is javultak, hiszen egy 60 millió forintos pályázatnak köszönhetően felújítottuk gyakorlatilag mind a két orvosi rendelő épületét. Minden esztendőben biztosítunk forrásokat azoknak a javításoknak a költségeire, amik ahhoz szükségesek, hogy komfortos ellátást tudjunk ezen a területen biztosítani. Vannak kisebb problémák, hiszen a parkolás nem megoldott például a Kossuth-Lajos utca óránál, tehát ez jövőre nézve biztosan meg kell oldani. Illetve hát az a véleményem, hogy egy olyan egészségcentrum vagy egészségház kialakítása is indokolt lenne, ahol azokat a szolgáltatásokat egy helyen igénybe lehetne venni, amelyeket a város korában is biztosított, gondolok én fizikoterápiás ellátásra, gyógytorna szolgáltatásra. Hát ezen a területen, ha tudunk egy kicsit lépni, akkor még komfortosabbá tudjuk tenni az egészségügyi alapellátásunkat. Munkahelyek. Azért lehet ez egy érdekes kérdés, mert tulajdonképpen ugye a munkahelyeket nem az önkormányzathoz létre. Viszont azért most már talán lehet azt mondani, hogy szinte elvárás, hogy azért az önkormányzat tegyen azért, hogy a településen legyenek munkahelyek. Ez mekkora feladatot terhet ró az önkormányzatra, illetve milyen lehetőségek voltak Bátaszéken? Ugye ez hosszú évek óta egyfajta elvárásként fogalmazódott meg az önkormányzatok irányába, hozzátéve azt, hogy nagyon eszközei az önkormányzatnak nem voltak etérem. Úgy gondoltuk mi a ciklus elején is, hogy egy erős önkormányzat működéséhez egy erős gazdasági háttér is szükséges, hiszen abban az esetben tud a város fejlődni az életének különböző területén, hogyha olyan gazdasági háttér és olyan gazdasági erő van a településen, ami biztosítja adott esetben iparűzésadó forintokkal vagy foglalkoztatással az önkormányzat fejlődési lehetőségét is. 28 év után először volt arra lehetőség, hogy az önkormányzat tevőlegesen tudjon olyan feltételrendszert kialakítani, ami tovább erősítheti a helyi vállalkozások, vagy a Bátaszékre települő vállalkozásoknak a helyzetét, hiszen pályázati forrásokból azt lehet mondani, hogy meg tudtuk valósítani egy 6 hektáros területnek az ipari alapinfrastruktúrával történő ellátását, néhány hónapon belül ez átadásra is kerül, illetve megkezdődött mintegy 550 millió forint pályázati forrás felhasználása, vagy agrárlogisztikai központ létrehozása, ami amellett, hogy mintegy 15-20 munkahelyet is fog jelenteni, nagy valószínűséggel egy komoly iparűzési adóbefizetési lehetőséget is ad majd a város számára. Kezdtük már ennek a területnek a benépesítését, hiszen már megkötöttünk egy szerződést, és valószínűleg meg fog valósulni egy gyümölcsfeldolgozó ezen a területen. Sőt, hát bár nem közvetlenül önkormányzati közreműködéssel, de hát egy mezőgazdasági agrárlogisztikai központ már működik az ipari parkhoz közel, amely szintén gyakorlatilag ezt tudja segíteni majd a városnak a működését. Én úgy gondolom, jövőre nézve az a feladat, hogy a helyi vállalkozásokat próbáljuk erősíteni. Ha az önkormányzatnak lesznek beruházásai, úgy, ahogy ezt az elmúlt öt esztendőben tettük, most is helyi vállalkozásokkal kívánjuk majd elvégeztetni, mert ez fontos, hogy erősítsük az ő helyben maradásukat. És hát nagyon bízom benne, hogy ezt a jó együttműködést, amit ki tudtunk alakítani, ezt tovább tudjuk vinni az elkövetkező időszakban is. Ugye általában mindig ezekről a fontos dolgokról beszélünk, de például ugyanolyan fontos lehet az is, hogy mondjuk tiszta legyen az utca, le legyen söpörve a járda. Ezen a területen rendben van minden? Hát rendben sosem lesz. Tehát szoktuk viccesen fogalmazni, ugye sportolók, hogy ugye két dologhoz ért mindenki, a foci és a város üzemeltetés. Tehát ehhez mindenki ért. Valamilyen szempontból természetes is, mert ugye a mindennapi élete az kötődik a város olyan jellegű feladataihoz, amit tapasztal napi szinten, járdák, utak, árkok, vízelvezetés, stb. Tervszerűen kezeltük ezt a kérdést az elmúlt öt esztendőben, hiszen minden egyes esztendőben a költségvetés összeállításakor előre megterveztük, hogy melyik utat fogjuk felújítani, hol fogunk csapadékvízelvezetést végezni, hol fogunk járdát építeni, megterveztük, hogy a zöld területek karbantartásához mekkora összegekre van szükség. Tehát igyekeztük ezt végig gondolni, és ennek megfelelően végre is hajtani. Hiányérzete azért lehet az embernek ezen a területen, mert maradtak el feladatok, de nem azért maradtak el feladatok, mert nem törődő módon kezeltük ezt a kérdést, hanem a pénzügyi lehetőségek azok mindig megszabják
hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és milyen jellegű feladatokat tudunk elvégezni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy sikereket értünk el, hiszen több utcában aszfaltburkolat felújítást tudtunk végezni, több száz méteren új járdaszakaszokat építettünk, vízelvezetést oldottunk meg Lajvér utcában, Babics utcában, Ifjúság utcában megkezdjük néhány napon belül a Baross utcában ezeket a feladatokat. Lakossági járdaépítési programot indítottunk éves szinten, 1 millió forint állt rendelkezésre, hogyha valaki régi időszakokat idézve anyagot megkapja, és akkor saját maga meg tudja javítani az ingatlan előtti járdaszakaszt. Éltek ezzel a lehetőség? Abszolút. Sőt, azt gondolom, hogy néha már nem is tudjuk igazán megfelelő módon kezelni ezt a kérdést. A városi temetőben jól dolgokat tudtunk végrehajtani, komfortosítani tudtuk, illetve olyan feladatokat tudtunk végrehajtani, ami a kegyeleti szokások és szabályok betartásához kell. És hát ami napokban zajlik, megoldottunk egy olyan komoly problémát, ami a Garai utcát érinti, a köztemető előtti útszakaszt, aminek a komfortosítását, felújítását a napokban be is tudtuk fejezni. Tehát én úgy gondolom, hogy sikereket tudtunk ezen a területen is elérni, azzal, hogy hát tennivaló még van bőven. És akkor ugye ezekhez jön hozzá, hogyha mondjuk végigérünk az egészen, tulajdonképpen a hab az egészre, a kultúra és a közművelődés. Ami mondhatnánk azt is, hogy hát tulajdonképpen persze minek, de mégis igazából azért megfűszerezi az életet, és Bátaszéken azért gyökeres változások voltak ezen a téren is. Igen, azt gondolom, hogy ezen a területen tudtuk talán a leglátványosabb eredményeket elérni. A kultúrát, ahogy elnök úr fogalmazott, úgy kezeltük ebbe az ötesztendőben, hogy nem a sor végén, ami marad, azt majd költjük kultúrára, hanem sorban előkelő helyre tettük, mert azt gondoljuk, hogy egy városi léthez és egy közösségi élethez nem elegendő utakat építeni, járdákat csinálni, hanem olyan közösségi légkört kell teremteni, hogy a bátaszékiek azok szeressenek együtt lenni, szeressenek rendezvényekre kilátogatni, szeressenek közös programokon részt venni. Ezért átalakítottuk a közművelődésnek a struktúráját, zászlós rendezvényeket tartottunk, gondolok én itt a Városnapjára, vagy a Bornapokra, ami úgy gondolom, hogy nem csak a városnak, hanem most már a megyének egyik igen ikonikus rendezvénye. Közösségi élményt éltünk meg a Molyos Tölgy kapcsán. Talán ezzel indult minden, hiszen ez volt az első olyan program, ami mindenfajta egyéb felhangtól mentesen össze tudta kovácsolni a bátaszékieket, és később nem csak a bátaszékieket, hanem sokakat az országban, hiszen európai fája eredményt is elértük, és hát néhány hete ugye Tolna megye természeti értékei között is az első helyen végzett ez a Molyos Tölgy és környéke. Tehát ezt az élményt próbáltuk minden formában ezekkel a rendezvényekkel megteremteni. A régi hagyományos rendezvényeinket is egy kicsit új köntösbe ültettük. Azt gondolom, hogy a városmarketing területén is tudtunk előre lépni, hiszen Bátaszéket föl tudtuk tenni Magyarország turisztikai térképére, akár a Molyos Tölgyel, de a Romkerttel, a templommal, a tájházunkkal. Vásároltunk egy épületet is az elmúlt esztendőben, városunk egyik legrégebbi épületét, a számvevőségi épületet, ami gyakorlatilag ezeket a célokat fogja majd az elkövetkező időszakban erősíteni. Emellett a civil életet is tudtuk úgy gondolom serkenteni, hiszen támogatási rendszert alakítottunk ki számukra. Nem csak mindig a válveregetés, hanem anyagilag is próbáltuk segíteni a működésüket, rendezvényeik megtartását. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben jó volt bátaszékinek lenni. Összetudtunk kapaszkodni nem csak a közművelődés terén, hanem a városfejlődésnek egyéb területén is. Ebben rejlett az erőnk az elmúlt 5 esztendőben. És jó volt bátaszékinek lenni, és hogyha egy személyes kérdés, milyen volt Bátaszék polgármesterének lenni? Igen, ez egy jó kérdés. Egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen azért 2014-ben egy igen kielezett versenyben, de úgy döntöttek a bátaszékiek, hogy nekem szavaznak bizalmat, és tőlem várják azt, hogy próbáljuk egy kicsit más irányban és más módon vezetni a várost. Ehhez én úgy gondolom, hogy jó partnereket tudtam találni a kollégáimban, akik
segítettek ebben ebben a munkában, és hát egy közös összefogásként tudtuk ezeket az eredményeket elérni. Tehát megtiszteltetés volt, és nagyon nagy felelősség. Nagyon nagy felelősség, mert bármilyen döntést hoztunk az elmúlt öt esztendőben, azért a bátaszékieket ez így vagy úgy, de megérintette. És hát igyekeztünk ezeket a döntéseket úgy meghozni, hogy lehető legtöbb bátaszékinek jó legyen. Tehát az ő életét pozitív irányba befolyásolja. Hát remélem, hogy sikerült ezt így megtenni. Van egy mondás, amit én magamévá tettem itt az elmúlt időszakban, hogy a tiszteletet és az elismerést azt nem lehet kikövetelni, azt ki kell érdemelni. Egy kicsit úgy érzem, mint a választási kampány időszakában, hiszen azért csak azt éljük most az elmúlt hetekben, hogy bizonyos körök ezt ki szeretnék maguknak követelni, ki szeretnék maguknak, talán egy kicsit erős a szó, de zsarolni, hogy hát csak akkor és csak abban az esetben fog történni bármi, nőni a fű, vagy fejlődni a település, ha és amennyiben így vagy úgy döntenek a bátaszékiek. Mi nem ezt az elvet vallottuk az elmúlt öt esztendőben. Mi megpróbáltuk kiérdemelni azt a tiszteletet és azt a bizalmat, amit a bátaszékiek nekünk adtak 2014-ben. Hogy sikerült-e, hát azt majd meglátjuk, az osztályzatot várjuk majd a választások napján. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!